nagyon aktuális foglalkozni a szívvel, a szív betegségét igazából elemezni azokat a rizikofaktorokat, amelyek a kialakuláshoz vezetnek, és meghatározni megfelelő ugye preventív, megelőző terápiát, amelyet ehhez a témához igazából köthetünk. Ezért választottam ezt a témát. Tehát a szív okozza manapság a legtöbb elhalálozást, illetve mortalitást, és így még egyszer ugye hangsúlyozom, nagyon fontos erről beszélni az emberekkel. Igazából a Kamanci Szív- és Érrendszeri Megbetegedések Intézetében ugye végeztük ezt az úgynevezett kutatást, 9585 beteg dokumentációját, leleteit vizsgáltuk meg, akik egy bizonyos periódus alatt tartózkodtak ugye az intézet valamely osztályán, és ezek igazából a célcsoportunk a 45 év alatti betegek, az úgymond fiatalok voltak, és őket ugye elemeztük különböző kritériumok alapján, hogy hanyadszorra kerültek az intézetbe például, hogy milyen rizikofaktorok ugye jelentek meg az ő esetükben, amikor felvettük őket, például dohányzás, magas vérnyomás, és egyértelműen kimutattuk azt például ugye a fiatalok esetében, hogy a dohányzás egy nagyon fontos rizikófaktor, nagyon fontos ugye ilyen szempontból a prevenció is, hogy primer szinten, ugye amikor valójában a betegekkel beszélgetünk, a betegeket egészségre neveljük, hogy igazából feljük a figyelmüket azzal különböző score, úgynevezett rizikófaktor becsléssel, hogy valóban mennyi az esély annak, hogy az ilyen magatartással, életstílussal, mennyi az esély annak, hogy valamilyen elváltozás például az elkövetkező 10 évben bekövetkezzen. Tehát igazából valamilyen szinten ugye megbontrálkoztatjuk, mondhatom ilyen szerencsétlenül a betegeket, azzal, hogy ugye milyen állapotban vannak. Ha dohányzik, hogyha magas a koleszterinje, magas a vérnyomása, és maga az életkor is, a beteg nem is ugye egy fontos komponens lehet, tényező, akkor ugye tényleg elmondhatjuk neki azt, hogy vigyázzon magára, hogy tényleg milyenek az esélyei ilyen magatartással, és hogy mind kellene valójában változtatni. Miért ez a téma, miért ezt választottam? Egyértelmű, aktuális, nagyon fontos beszélni azokról a rizikófaktorokról, amelyek ilyen elváltozásokat ugye okozhatnak, tehát a mai ember civilizációs betegségét válthatják ki, amilyenek a kardiovaszkuláris elváltozások is. És amikor meghatároztuk a bizonyos rizikófaktorokat, ugye meg veszélyesek lehetnek, akkor feladatunk közé tartozik az is, hogy igazából a megfelelő preventív lépéseket, a megfelelő preventív mechanizmusokat és módszereket és a jó prevenciós stratégiát meghatározzuk, kitaláljuk, és tényleg meglegyen az úgynevezett ideális, hatékony irányel. Láthatják igazából mi is az epidemiológia, tehát pont ezzel foglalkozik a statisztikával, a betegségeknek, a rizikofaktorokkal, illetve a preventív medicinával. Miért fontos megtisztázni azt, hogy milyen a mortalitása a kardiovaszkuláris megbetegedéseknek, hány embert halálozzák hozzá? Hát azért, mert vezetnek ebben sajnos. Tehát a legtöbb ember ma, ugye a WHO és egyéb egészségügyi szervezetek szerint ezekben az elváltozásokban hal meg. És ugyanez a helyzet Szerbiában is, tehát a Batut, az Országos Közegészségügyi Intézetnek köszönhetően látjuk, hogy a 16-os évben 51,7% tehát ennyi halálozást ugye okoztak abban az évben. Belelépünk a kardiovaszkuláris elváltozások, a betegségek ugye heterogén csoportjában, konkrétan melyek azok ezen belül, amelyek problémát okoznak, vagyis elhalálozást. Az iszkémiás szívbetegségek, a cerebrovaszkuláris elváltozások, illetve ugye egyéb kategória, tehát például a magas vérnyomás által okozott megbetegedések is ugye kezdenek úgymond előbúlni, tehát kezd növekedni az ő mortalitás igazából arányuk is, és ez is egy új probléma. Továbbá bele konkrétizáljuk igazából az iszkémiás betegségek által okozott elváltozásokat, itt ugye az akut koronáriás szindrómát kell kiemelni, ahova tartozik majd az akut miokardiális infarktus is, amely látjuk, hogy előfordul mind hirtelen szívhalált okozó ugye elváltozás és diagnózis, illetve ez mellett ugye a nem stabil angina pectoriszt is meg kell említeni, és egyéb iszkémiás szívbetegségeket. Miután letisztáztuk az epidemiológiát, ugye ismernünk kell még egyszer a faktorokat. Tudnunk kell, melyek azok, amelyekre hatást gyakorolhatunk, amelyeket befolyásolhatjuk, és melyek azok, amelyekre nem. Szerencsére sokkal több az olyan, amelyekre tudunk hatni, ilyen például a dohányzás is ugye, tehát a faktorokat soroljuk, a dohányzás, ilyen a magas vérnyomás, ugye a magas koleszterin, illetve egyéb cukorbetegségek elhízás, és azok, amelyekre nem tudunk hatással lenni, ugye például a beteg életkora, beteg neme, az, hogy milyen a családi anamnézis, ugye pozitív, illetve az, hogy tehát van-e valamilyen genetikai hajlam arra, hogy kialakuljon valamilyen elváltozás. Az Európai Kardiológiai Társaság 2016-ban meghatározott egy prevenciós irányelvet, ugye ez ma is aktuális, és itt ismerkedtettünk meg ezekkel az úgynevezett kockázatbecslő rendszerekkel, amelyek közül a score az, amelyek legtöbbször ugye találkozhatunk. Mit veszünk figyelembe? Koleszterin szint, láthatják,
Szexuális vérnyomás az, hogy dohányzol-e vagy nem dohányzol beteg, illetve ugye az életkora és a beteg neme. Ez minden országnál eltérő, mert ugye a kardiológiai társaság igazából az európai országokat kategorizálta az alapján, hogy milyen esélye, tehát milyenek a statisztikai adataik, hogy milyen sok ember ugye mekkora az aránya az elhalálozásnak, és ezért észlelhet a közönség bizonyos ugye nüanszokat, tehát különbségeket a score táblázatok között. Tehát láthatjuk még ezt, hogy a beteg életkorra minél ugye idősebb látjuk, hogy a férfiaknál ugye az 55. életév fölött növekszik igazából a rizikó, a nőknél pedig a 65. életév fölött. Egy újabb érdekesség az úgynevezett rizikó életkor, aminél igazából láthatják azt, hogy tehát egy 40 éves páciens, akinek ugye magas a koleszterinje, tehát a normál érték felett van, dohányzik, és van ugye igazából magas a vérnyomása is, ugyanolyan esélyekkel fog valójában kialakulni 10 éven belül valamilyen fatális kardiovaszkuláris esemény, mint egy 60 éves páciensnél, aki mondjuk egészséges, tehát nem dohányzik, jó a vérnyomás, ugye a koleszterin is rendben van. Tehát igazából itt a 40 évesre kell hatással lenni, és a primár prevenció ugye keretén belül hatni rá, tehát igazából az egészségnevelés keretén belül megtanítani arra, hogy jó lenne leszokni, mert következménye is, és igazából rizikója van arra, hogy valamilyen fatális, még egyszer mondom, kardiovaszkuláris esemény következzen be. Persze ez a 10 éves periódusunk kívül van másmilyen rizikófaktor, úgymond kalkulátorunk is. Itt van az úgynevezett Q-risket láthatják, ami egy kicsit hosszabb periódust határoz meg. Tehát látható, hogy például random ugye vettünk egy 45 éves páciens, akinek magas a vérnyomása, aki tényleg kemény dohányos, és ugye összehasonlítottuk, hogy mi lenne, ha leszokna, és mi lenne, hogyha mondjuk lenne egy normális vérnyomása, 65. életévéig mi a helyzet. Látható, hogy tehát magas, valóban magas az esély annak, hogy jelentkezik valamilyen elváltozás. Tehát ilyen paraméterekkel, hogyha veszünk 100 embert, tehát a 100 emberben igazából ilyen paraméterekkel 12 biztos, hogy 65 éves koráig. Tehát vagy valamilyen ugye szívedető problémában, vagy valamilyen cerebrovaszkuláris betegségben ugye meg fog betegedni, vagy pedig fatális kimenetelű lesz. Ennyit a bevezetőről. Ennyit az epidemiológiáról, a kutatás, maga a kutatás, tehát konkrétizáljuk. Látjuk, hogy 45 évnél fiatalabb betegekre összpontosítottunk ebben a periódusban, és hol? Hát a Kamaszti Szív- és Érrendszeri Betegségek Intézetében. 9585 páciens dokumentációját, vezetését sikerült ugye megvizsgálni, ebből a mi célcsoportunk, a vizsgált csoport ugye 623 beteg volt. És az életkor szerint végeztük az első csoportosítást, látjuk, hogy 45 évnél fiatalabb betegek, ugye az a 623 volt a vizsgálcsoportunk, ugye az összes többi, és a 9585 felnőtt beteg volt igazából a kontrollcsoport. Az adatok feldolgozása egyszerű leíró statisztikát alkalmaztunk, átlagot határoztunk meg, illetve a szórás, ugye a standard deviációkat, vagyis egy eltérést pontosabban. Így kaptuk meg azt, hogy az összes felnőtt hospitalizált beteg átlag életkorra látták, hogy 64,4 év, a fiatalabbaknál pedig 37,98, ugye plusz az eltérések. Az első kritérium nemek szerinti megosztás. Látjuk, hogy mind a vizsgált, mind a kontrollcsoport esetében a férfiak voltak többségben. Ugye mondtam, hogy 55 éves kor fölött a férfiaknál akkor releváns igazából a növekedett rizikó, tehát igazából ez a kontrollcsoport esetében lesz fontos. Elnézést, kiszáradt a szám, egy kis vizet kell valaki. Megyünk tovább, tehát ábrákat is láthatunk, hogy tényleg a férfiak voltak mondjuk így ugye többségben mind a két csoport esetében. Következő kritérium hospitalizáció. Hanyadik alkalommal kerültek ugye a betegek az intézmény valamely osztályára. Láthatjuk, hogy a nagyon nagy különbségeket tényleg nem figyelhetünk meg, talán igazából a vizsgálcsoport, ugye aki a célcsoportunk, 45 évnél fiatalabbak, picivel, tehát tényleg többen voltak első alkalommal. Mit súg meg ez nekik? Tehát mi az, amit igazából mondani akarunk ezzel? Hát nem visszajáró betegek, mondjuk így, nem kronikus, ugye idősebb betegek, akik többször fordulhatnak meg az osztályra. Tehát tényleg akut esetekről van szó. Következő kritérium a beteg felvétel típusa, sűrűs, vagy pedig ugye tervezett, milyen módon kerültek be. Látjuk, hogy megint igazából hasonló a két csoport esetében ugye a szituáció. Mégis
ismét ugyanaz a helyzet, tehát a vizsgált csoport esetében megint egyértelmű, hogy ki az, aki sürgős, tehát egy többség tényleg sürgősen ugye érkezett az intézet van egy osztályra, tehát ugyanez a helyzet a kontroll csoportnál is, ott viszont nem ennyire ugye, nem ennyire szembetűnek a különbségek. Következő a betegfelvétel időpontja, láthatjuk, hogy mind a két csoport esetében délelőtt, tehát itt a 6 órától délután 2 óráig időpontot ugye határoztuk meg, tehát nincsenek nagy különbségek. Viszont a következő kritérium a rizikófaktorok, itt már egyértelmű különbségeket tapasztalhatunk, mégpedig az, hogy a fiatalabb csoport, a 45 évén fiatalabb, még egyszerűen a vizsgált csoport esetében a dohányzás volt a primer, ugye az legelső, elsődleges rizikófaktor. Tehát ezt ugye igazából határoztuk meg, tehát a fiatalok esetében még egyszer a dohányzás. Még a kontrollcsoport esetében, ahol az összes, tehát 9585 felnőtt beteg tartozott, a hipertenzió, tehát a magas vérnyomás és a hiperlipoproteinémia miatt, ugye az, amelyek előfordultak, ezek voltak a primer rizikófaktorai. További ugye kritériumok a kilépfél osztályzás, erről azt kell tudni, mielőtt még megmutatnám azt, hogy mi alapján azt, hogy tudtuk ide, tehát hogy milyen lett az eredmény az összehasonlításnak. A kilépfél osztályzást igazából az akut miokardés infarktus után végezzük el, a szívelégtelenséget szeretnénk felvinni, azt, hogy illetve azt, hogy milyen időbb alkalomra funkcionálása láthatók el, hogy milyenek így ezek a meghatározók, milyenek azok a tünetek, azok a paraméterek, amelyek alapján ugye besoroljuk a betegeket, és itt is ugye igazából szerencsére mondjuk így, az első meghatározásnak feleltek ugye a legtöbb beteg, ami azt jelenti, hogy az intrahospitális mortalitás ebben az esetben igen alacsony, tehát az első meghatározáson ugye 10% alatti az intrahospitális elhalálozás, még a negyedik klasszifikáció esetén igazából ugye 80% fölötti a kórházakban való elhalálozás, tehát az a legsúlyosabb ugye igazából tünetegyüttesekkel legsúlyosabb ugye osztályozás és meghatározás, volt tényleg kardiogén sok következik be. Következő a betegfelvételkor meghatározott diagnózisok, látjuk, hogy itt is ugye a vizsgált csoport, tehát még egyszer a 45 évnél fiatalabbak esetében az akut koronária szindróma fordult el ugye legtöbbször, vagy aritmiák és a szívizkémiás ugye betegségé, még legkevésbé ugye az endokarditiszai, illetve a szívelégtelenségekkel találkoztunk. Ez az ábrán is ugye egyértelmű az, hogy milyen ezeknek az elváltozások az előfordulása. Következő a kontrollcsoport betegünk felvételkor ugye meghatározott diagnózisok, látjuk, hogy ugyanaz igazából a helyzet, megint csak az akut koronária szindróma fordult el az esetek többségében. Ugye ezt láthatja, a korábbi betegségek és beavatkozások, előző betegségeket ugye láthatjuk azt, hogy mindkét csoport esetében a hasi műtétek fordultak elő. Ugye legtöbbször gondoljuk itt arra, hogy ugye az appendix eltávolítására kerül sor, viszont a kontroll csoport betegeinél már történt valamilyen, a többségeinél történt valamilyen cerebrovaszkuláris inzultus, valamilyen krónikus ugye obstruktív tüdőbetegség fordult elő, tehát tényleg ezek krónikus betegek lehetnek többségében, és ezek visszajáró betegek, tehát nem olyan fiatalok, akik először kerültek be, ugye valamilyen kardiovaszkuláris esemény miatt az intézet valamilyen osztályára. Kezelés az esetek többségében mindkét csoportnál gyógyszeres ugye kezelés terápiát alkalmaztunk, a perkután koronári intervenciók ugye alkalmazása is hasonló, valamiért, tehát valamennyire kevesebb kerül sor erre igazából a vizsgált csoport esetében láthatják a további ugye megoldásokat és terápiás tényleg opciókat, amelyeket elvégeztük. Láthatnak például, hogy azt látják, hogy a perkután koronári intervenció hogyan is fest, tehát katéteres, ugye stent hálóbb beépítésére kerül egy sor, ugye rádiófrekvenciás abláció, pacemaker beültetése, ugye hogyan is néz ki, illetve a perikardiocentrizés, amelyre szintén bizonyos esetben egy sor került. Az intrahospitális elhalálozás 45 évnél fiatalabbak betegek esetében, még egyszer ugye a vizsgált csoportunk esetében 1,9%-os volt, ez 12 beteg, tehát a 623 betegből 12 beteg ugye elhalálozását jelentette, és itt a betegek többség ugye miokardiális infarktusban hunyt el, illetve endokarditiszben. Összegzés, és látjuk, hogy a dohányzás még egyszer, és ezzel fejezni nagyon gyorsan, a dohányzás az, amely ugye fiatalabbak esetében, tehát fiatal csoport esetében az egyértelmű és az elsődleges rizikófaktorunk, vagyis a primár prevenció kivitelezésében így már tudjuk azt, hogy fiatalabbak esetén mire kell felhívni hangsúlyt, mire kell vigyáznunk, milyen módon kell ugye hozzáállni az adott pácienshez, az adott betegekhez. Az idősebb mondjuk így, a kontrollcsoport esetében viszont a hipertenzió és a hiperlipoproteinémia voltak azok, amelyek ugye meghatároztunk
primáris, és primár, bocsánat, fizikofaktorként, tehát itt is megvan, hogy mennyire kell most már fókuszálnunk, ugye plusz beleszámítva a szkor, tavaszatok alkalmazását igazából megvan a lehetőségünk, megvannak ugye lehetőségünk arra, hogy a primár prevenciót elvégezzük. A kérdés az, hogy igazából a mindennapi életben milyen módon tudjuk meghatározni igazából a közös hangot a beteggel, milyen módon fogunk kommunikálni a beteg, és ez mennyire lesz ugye sikeres a közös hangot igazából megtalálni, és köszönöm a figyelmet.